Kedves vendégeim, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, akik már rendszeres látogatói a 11. gyógybornapoknak és Büki Gasztrofesztiválnak, ők valószínűleg már ismerhetnek engem. Én Szép Bence vagyok, és egy ilyen izgalommal vegyes várakozás van most itt a szívemben, lelkemben, mert én rengeteg rendezvényen vagyok műsorvezető, de mint egy ilyen kis óvodás kisfiú úgy várom ezt a rendezvényt, mert nekem ez a kedvenc fesztiválom. Egyrészt egy nagyon jól szervezett, nagyon jól működő fesztivál, ahol baráti társaságokkal és nagyszerű emberekkel találkozhat az ember, családias hangulatban és a koncerteken pedig hatalmas tömegekkel bulizhat együtt. Úgyhogy én egy picit mondtam is a sátorban, hogy én egy picit most izgulok, mert ha valami úgy fontos nekünk és szeretnék, hogy nagyon-nagyon jól sikerüljön, akkor van bennem egy picit druk, és én nagyon-nagyon szeretném, hogy ez a rendezvény, ez nagyon-nagyon jól sikerüljön, mert mindazokkal a munkatársaimmal együtt, akik már hosszú idő óta dolgoznak azon, hogy ez a rendezvény jól sikerüljön, bennem is az van, hogy szeretnénk a legjobbat adni önöknek, nektek, a közönségnek. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves bükiek, kedves vendégek, akik messziről vagy esetleg közelről jöttek el és megtisztelnek bennünket ezen a fesztiválon, van egy olyan örömteli hírem, hogy az, amire már egy éve várunk, az most végre bekövetkezik. Megnyitjuk a 11. gyógybornapokat és Büki Gasztrofesztivált. Én nagyon nagy szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel szólítom ide a protokollt a színpadra, hamarosan majd név szerint is be fogom mutatni a protokollnak a tagjait, valamint a vasmegyei borbarát hölgyeket, úgyhogy kérem a borbarát hölgyeket, illetve a protokollnak a jeles képviselőit, hogy legyenek olyan kedvesek, fáradjanak ide a színpadra, a Bükk színpadra, hogy el tudjuk kezdeni az ünnepélyes megnyitót. Köszönöm szépen! Amíg ők érkeznek, addig hadd mondjam el, hogy a borbarát hölgyek három különböző településről érkeztek hozzánk. Csepregről, Kőszegről és Lukácsházáról. És idén egy nagyon-nagyon szép hagyományt remélem, hogy el tudunk majd indítani. Ők is adnak majd át bort, ők is megkóstolták az összes bort, és nagyon-nagyon boldogok voltak, hogy választhattak ők is egy fesztiválbort. A borok közül majd elsőként ezt fogjuk átadni, de ne rohanjunk ennyire előre. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tényleg megkülönböztetett tisztelettel és nagy örömmel állok itt a színpadon, és szólítom mikrofonhoz azokat az embereket, akiknek a támogatása nélkül ez a mai rendezvény nem jöhetett volna létre. Először is nagyon nagy örömmel üdvözlöm itt a színpadon Ák Péter urat, a térség országgyűlési képviselőjét, akit nagy tisztelettel arra kérek meg, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Kérem, fogadjuk őt nagy szeretettel és tapssal. Tisztelt hölgyeim, kedves barátaim, tisztelt bükiek! Nemrég az egyik ismerősöm a parlamentben megkérdezte tőlem, hogy sokat hallott már Bükről, sokat hallott már Sárvárról, Vasmegyének nagyon sok szépsége van. Ő Bükre tervez menni a nyáron. Miért is érdemes oda menni? Azt mondtam neki, hogy azért, mert Bükön kicsit hasonló a helyzet, mint a Forrest Gumpba. Nem tudom, emlékszenek rá, Forrest Gump mindig azt mondta a szerelmének, Jennynek, hogy ők olyanok együtt, mint a borsó meg a héja. Na valahogy így, mint a borsó meg a héja, úgy van itt Bükön a pihenés, a wellness, a gasztró, mindenfajta olyan élmény, amelyre szüksége van az embernek, az összenőit, hiszen összetartozik. És ez adja Büknek a varázsát, hogy egész nyáron olyan fantasztikus programokkal készültek, mint a mostani rendezvény is, hogy igenis, aki ide látogat, az először is meg tudja tömni a hasát, aztán, hogyha kell, tud így bulizni a színpad előtt egy óriásit, és mindezt másnap ki tudja pihenni a fürdőben. Azt gondolom, hogy ez adja a Büki ennek a hétnek itt a varázsát, a fantasztikusságát, és azt kívánom, hogy ebben minél többen tudjanak részt venni, minél több mindenkinek, akár a térségből, akár az országból, akár Európából adjon élményt, hogy ide vissza tudjanak térni mindazok, akik most Bükre látogattak, hogy ők is tudják egyszer majd, hogy valóban Bükön a gasztroélmények, a wellness élmények, azok összetartoznak, mint a borsó meg a héja. Mindenkinek jó szórakozást kívánok!
Köszönjük szépen, képviselő úr! Most pedig színpadhoz, illetve a mikrofonhoz szólítom a Vas megyei közgyűlés alelnökét, Kondora Bálint urat, és őt is nagy tisztelettel arra kérem, hogy üdvözölje a megjelenteket. Tisztelt hölgyeim és uraim! A régi magyar nótából tudjuk, hogy jó bor, jó egészség, hogy a gyógybor milyen jótékony hatásokat fejt ki az egészségünkkel kapcsolatban, azt majd csak ezután, a pár nap után fogjuk tudni megtapasztalni. Én arra buzdítok mindenkit, hogy a mennyiségre azért figyeljen, mert azt is tudjuk régóta, hogy ez kismértékben orvosság, viszont gyógyszer csak akkor, hogyha nagymértékben fogyasztjuk. Magyarország fesztivál nagyhatalom lett az elmúlt években, és ebből jócskán kiveszi szerepét Vas megye is, különösen Vas megyének egyébként ez az északi szeglete, hiszen mindenféle tematikával találunk itt fesztiválokat, történelmi, zenei, táncos, és hát gasztro jellegű bor tematikájú fesztivált. Van több ilyen is, de gyógybor fesztivál csak egy van, az igazi itt helyben. Bükön. Én szeretném megköszönni azoknak az embereknek a munkáját, akik ennek a fesztiválnak a létrejöttében most már 11. alkalommal szerepelnek és részt vesznek. Egy példaértékű összefogás, úgy gondolom, az önkormányzat, a műfáz, illetve a TDM szervezet, illetve valamennyi olyan szerveződés részére, akik támogatólag részt vettek ennek a fesztiválnak a szervezésében. Nagyon jó szórakozást kívánok mindnyájuknak, jó borozgatást, jó fröccsözgetést, jó evés-ivást, a zenei programokhoz pedig jó mulatást kívánok. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen mi is alelnök úrnak a közvetlen gondolatait, és én nagyon örülök annak, hogy megköszönte mindazoknak az összefogását, akik dolgoztak azon, hogy évről évre ez a fesztivál még színvonalasabb legyen. Úgyhogy, ha megengedik, akkor most hadd szólítsam ide a színpadra a Bükiek első emberét, a polgármester urat. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel dr. Németh Sándor. Kedves vendégeink, tisztelettel köszöntök mindenkit a gyógybornapoknak a megnyitóján, ami már kezd patinássá válni. Egy nem egészen két hete volt a 26. Arató Fesztiválunk, Arató ünnepünk, és ez a másik olyan rendezvényünk, amely nagyságában, illetve hosszában meghaladja már az előző rendezvényt, és már kezd ez is olyan rendezvényé válni, ami szervesen összekapcsolódik nyári ünnepségekkel, illetve rendezvényekkel itt a fürdőn, illetve városunkban. A színpad mögött, mikor gyülekeztünk, és mielőtt följöttünk ide, itt különösen Bencével, illetve néhányunkkal beszéltünk arról, hogy miből indult ez a rendezvény. Voltak olyan részei az elején, ami itt a gyógyfürdő bejáratánál volt, részben bent, részben kint. Aztán volt a kinti parkolóban is néhány rendezvény néhány éven keresztül, és az utóbbi 4-5 évben lett igazán nagy, nyerte el ezt a mostani helyét, és vált igazán nagyjá a legnagyobb rendezvényünké Bükön, amit a vendégeink, amit az elnök úr, vagy az országgyűlési képviselő úr, illetve az alelnök úr látott, amit önök láthatnak, amit önök élvezhetnek több napon keresztül, az egy évtizednek a munkája, illetve minden évben valami kis javítása a programsorozatnak. Ezt, ahogy elmondták az előttem szólók szépen, ezt önök is láthatják, és bízom benne, az idei év is hasonló sikerrel jár, mint a korábbi éveké. Amit viszont mindketten elfelejtettek, én viszont nem mulasztom el, hogy akkor ezennel ünnepélyesen is megnyitom a gyógybornapokat, mindenkinek jó szórakozást kívánok a következő napokra. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük polgármester úrnak a megnyitó gondolatait, és akik már visszajáró vendégek itt a fesztiválon, nagyon-nagyon jól tudják, az előbb ugye említettük is, hogy fesztivál borokat is választ egy zsűri, úgyhogy most három fesztivál bort fogunk majd átadni, az első a Borbarát Hölgyek bora, a második pedig a fesztivál bora, a harmadik Bükváros bora. Én nagyon nagy tisztelettel szólítom ide a borválasztás levezető elnökét, Tóth Bélát, kérem fogadjuk őt nagy tapssal, ő fogja értékelni természetesen a borversenyt, és majd a díjátadásban is segíteni fog nekünk. Fogadjuk őt nagy szeretettel, örömére. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
elsősorban hölgyeket, urakat és a borszeretőket. Azt hiszem, hogy mind a két táborból vannak itt bőven. Az elmúlt héten, keddi napon a Rigótanya étteremben volt egy borválasztás, ahol komoly urak és hölgyek megválasztották ezt a három bort, amiről itt az előbb beszéltek. Megválasztották a Borbarát hölgyek borát, mégpedig Kőszeg, Csebreg és Lukács háza Borbarát Egyesületének egy-egy tagja alkotta a zsűrit, aztán fesztiválborát választott a zsűri, a társadalmi zsűrinek volt ez a feladata, és Bükváros borát választotta meg a szakmai zsűri. És erről szeretnék pár szóban szólni, hogy a borversenyen 8 pincészet, 21 bora vett részt, 3 rozé, 9 fehér és 9 vörösbor mérettetett meg. A zsűri természetesen anonim letakart palackokból kóstolt, a verseny lebonyítását pedig közjegyző felügyelte, és a közjegyző igazolta, hogy a borválasztás az előírásoknak megfelelően történt, és minden megfelelően van. A Bükváros bora elnevezésének vagy feltételeiről pár szót szeretnék még szólni. A büki borlapokon, tehát az nevezhetett Bükváros borára, aki a büki borlapokon kiállít, értékesít, akár a borászat, akár pedig a borászat képviselője. 1250 forint plusz áfa értékben ajánlja fel ezt a bort, amit itt megválasztanak, és 900 palack borral kell egy évig rendelkezésre állnia Bükváros önkormányzata számára. Hát a mennyiség egy év igénye a borverseny kiírójának. Tehát egy éves időtartamra viseli ez a bor a kitüntető címet, egyedi címkével, Bükváros címkéjével lesz elváltva, nem csak anyagilag erényes, hanem természetesen marketing szempontból is. És akkor jöjjön a lényeg, Bükváros bora versenyének eredményhirdetése, és először a borbarát hölgyek borát szeretnél? Nagyon szépen köszönöm, Iva, nagyon jól mondtad. Tehát a borbarát hölgyek borát fogjuk most megtudni, hogy mi lesz az. Én a díjátadóra szeretném ünnepélyesen felkérni Horváth Edinát, hogy fáradjon ide a csepregi borbarát hölgyek képviseletébe. Kérem, fogadjuk őt nagy tapssal. Köszönöm szépen, kedves vendégeink, kedves pihenni és szórakozni vágyók. A Vas megyei borbarát hölgyek nevében én is nagy szeretettel köszöntöm Önöket, és engedjék meg, hogy megköszönjem Bükvárosának, a Művelődési Háznak, Tóth Tamásnak és Tóth Bélának, hogy arra gondoltak, hogy a bor, a gasztrofesztivál, a gyógybornapok a borbarát hölgyek nélkül nem létezhet, és idén először választhattuk meg a borbarát hölgyek borát. A nemes gesztusra mi úgy gondoltuk, hogy az oklevél mellé készülünk egy kedves ajándékkal, ami összefogja a csepregi, a kőszegi és a lukácsházi borbarát hölgyeket. Egy olyan ajándékkal készültünk, amelyben Kőszeg borbarát hölgyeinek bora, Csepreg borbarát hölgyeinek ruhája és a lukácsházi borbarát hölgyek jelvényét tartalmazza, és szeretnénk átadni annak a termelőnek, akinek a bora legjobban ízlett nekünk. Tehát a Borbarák Hölgye Bora cím kihirdetése következik. A díjakat átadják a kőszegi, a csepregi és a lukácsházi borbarák hölgyek képviselői. A bor nem más, mint egy badacsonyi tramini, 2015-ös félédes, a badacsonyi pince szövetkezett badacsony tomaj bora. Kérem a pincészet képviselőjét, hogy fáradjon fel. Zoli, te lennél az, igen, ha magadra ismersz. Egyébként ez a borbarát hölgyek bora azért is volt szimpatikus nekünk, hogy egy kis támpontot adjunk azoknak a hölgyeknek, akik itt bort szeretnének kóstolni. Talán egy kicsit hölgyes a bor, mivel fél éves, de a hölgyek elmondása szerint jó szívvel ajánlják. Thank you.
Köszönjük szépen Zolinak, és gratulálunk természetesen, és hát mindenkinek szívesen ajánljuk, hogy kóstolják meg ezt a bort. Köszönjük. Szeretettel gratulálunk. Másodikként a Fesztivál Bora díjat fogjuk átnyújtani. A díjátadóra tisztelettel felkérem Kondra Bálint alelnök urat és Tóth Tamás fesztivál igazgatót. És hát a bor nem más, mint a Nagysomlói Zenit 2015-ös száraz bor, a Tornai Pincészet bora Somlóhegyről. Kérem a pincészet képviselőit, Szabó Bálintot, hogy fáradjon fel a színpadra. Gratulálunk! Bükkváros borának átadása következik. Az ünnepélyes átadóra felkérem Ák Péter országgyűlési képviselő urat és Bükkváros polgármesterét dr. Németh Sándor urat. Bükkváros bora átadásával, illetve kihirdetésnél egy kicsit húzzuk a önök idegeit, ugyanis oklevelet adunk az első három helyezett bornak, mégpedig a harmadik helyzetnél kezdve természetesen. A harmadik helyzetból Blauburger 2015-ös száraz kőszegről az Alasz pincészet bora. Kérem Alasz Lászlót, hogy a pincészet tulajdonosát, hogy fáradjon fel a színpadra. Gratulálunk! Második helyezett lett Gála Küvé néven nevezett bor, 2015-ös száraz borról beszélünk, kőszegről, szintén Alasz László bora. Gratulálunk! És akkor a lényeg, a szakmai zsűri által választott Bükkváros bora első helyezett, tehát Bükkváros bora címet kapja a következő bor. Nagysomlói Zenit, 2015-ös száraz bor, Tornai Pincészet, Somlóhegy. Gratulálunk! Még csak annyit, hogy immár második alkalommal fordul elő a borválasztás történetében, hogy ugyanaz a bor nyeri a szakmai zsűri és a társadalmi zsűri által az első helyet, az idejében is ez történt. Tehát gondolom ez azt bizonyítja, hogy megfelelő kezekbe, illetve megfelelő helyre került ez a cím. Esetleg pár szót még a Zenit borról szólnék, hogy szívesen ajánljam önöknek, és aki nem ismeri ezt a magyar fajtát, az mit is keressen ebbe a borba. A leírás szerint megbízható fajta, népszerű, köszönhetően a jó termesztési adottságainak, illatos, zamatos bort ad, kedveli a vulkánikus talajt, ezeken a területeken elegáns, finom, gyümölcsös, ásványos, harmonikus borokat ad. Bora illatban, zamatban és savakban gazdag, íz és illatban fűszerek, fehérhúsú gyümölcsök és borsmenta dominál. Tehát igazából ezekben a borokban is ezt kellene keresni, ha megtaláljuk, akkor vagy mi kóstolunk jól, vagy pedig jó a leírás. Köszönjük szépen, és természetesen mindenkit arra szeretnék buzdítani és kapacitálni, hogy minél több és több borokat kóstoljon. Itt az udvaron, Bor utcában csodálatos borok vannak, csodálatos borászatokból, és szerintem mindenki megtalálja a neki megfelelő és neki ízlésű borokat. Köszönöm szépen!
Tóth Bélának, a verseny levezető elnökének nagyon szépen köszönjük az értékelést, és hadd mondjam el a zsűri nevében, hogy egy fantasztikus helyszínen, a Rigó Tanya Panzió étteremben zajlott a borverseny. Dukavics Attilának szeretnék kérni egy tapsot. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy egy ilyen csodálatos helyszínt biztosított a borkóstolóhoz. Hálásan köszönjük neki. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, elhangzott már a megnyitó alatt az is, hogy nagyon sok embernek a munkája van ebben a fesztiválban, illetve abban, hogy ez már 11 éve megrendezésre kerül itt Bükön. Van néhány olyan szervezet, akik oroszlán részt vállalnak ennek a nagyszerű programnak a megszervezésében. Az egyik szervezet, aki ugye összefogja, az a Művelődési Központ, úgyhogy most én nagyon nagy örömmel szólítom ide a mikrofonhoz Tóth Tamás igazgató úrat, akit azért is tapsoljunk meg nagyon, mert ez a taps nem csak neki, hanem minden egyes kollégájának fog szólni, akik ezen a fesztiválon dolgoztak, azért, hogy mi tudjunk szórakozni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tóth Tamás igazgató úr a mikrofonnál. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a kollégáim nevében is, és van még egy szervezet, aki nagyon sokat segít, az a Bükk-Bükkfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület. Spielenberg Andrea asszonynak nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mellénk állt, segít minket, és engedtessék meg, és hadd kérjek egy nagy tapsot Bükkváros önkormányzatának, polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, hogy az idén is, mind ahogy eddig mindig, mellénk állt és támogatott minket, úgyhogy egy nagy hangos tapsot az önkormányzatnak hadd kérjek, hiszen ő nélkülük nem lehetne ez a fesztivál. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindegyik pincészetnek, hogy elhozták a boraikat, ezeket a nagyon finom borokat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a zsűrinek, engedtessék meg, hogy ne soroljak el mindenkit, hiszen 21 néhány fő zsűri volt, akivel voltak önkormányzati dolgozók, voltak borbarát hölgyek, voltak vállalkozók. Az viszont, mivel ez mégsem egy újság, és mégsem vagyunk mi egy felület. Hadd mondjam el, hogy van egy-két olyan vállalkozó, büki vállalkozó, aki nagyon-nagyon-nagyon támogatott minket. Az egyik az Aurora étterem, aki az idén mellénk állt. Kerekes Szilárd uramnak köszönöm szépen a támogatást. A Fehér Ló étterem, aki szintén mellénk állt. Bogdán Gabriella egyéni vállalkozó, aki ugyanúgy, ahogy eddig az ezelőtti években most is mindig segített nekünk. És hát az összes hotelnek, és legjobban, amit lehet köszönni, és itt van Márton barátom, a fürdőnek a gazdasági igazgatója, megbízott igazgatója, ügyvezető igazgatója, aki a helyet biztosította, úgyhogy a Büki Gyógyfürdő ZRT-nek, hogy itt lehetünk, és 5 napon keresztül egy kicsit zavarhatjuk a vendégeket, a muzsikával, a jó borokkal, tehát hogy megunták a fürdőt, akkor legyen hol egy kicsit kipihenni azt a sok-sok-sok fáradalmat, amit a fürdőben szereztek. Nagyon-nagyon szépen köszönjük a támogatást, a segítséget neked is, nektek is, önöknek és a kollégáitoknak is. És köszönöm szépen minden meghívottunknak, Ág Péter képviselő úrnak, Kondora Bálint alelnök úrnak. Ág Péter úrnak már csak azért is köszönöm, hogy eljött, mert egy kicsit a pici fiával mutatta, hogy azért mi egy kicsit családbarát rendezvény is vagyunk, hiszen nagyon sok játszóház van, úgyhogy remélem, hogy esztendők múlva itt már egy kicsit a legényke is érzi, jól érzi magát. Kondora Bálintnak pedig annyit, hogy az első szóra bokros teendői mellett eljött és a zsűribe helyet foglalt, hiszen a fesztivál bora a társadalmi zsűri elnökségét nékünk elfogadta. És Andrea, legyél szíves, álljál föl, legyél szíves, álljál föl. Hadd mutassuk meg Spielenberg Andreát, aki... Jó, hogy rád néztem. Hiszen én nagyon sokat segít a kollégáival együtt. Hát hölgyeim és uraim! Nincs más dolgom, mint kiürítjük a színpadot, hiszen lesz itt más dolog is még máma. Kicsit jobbra tőlünk Búza Sándor fog főzni. A családja saját kolbászaiból. Én mindenkinek azt kívánom, hogy az elkövetkezendő 5 napban, akár ételben, italban,
a fürdő szolgáltatásaival, a kiváló hoteleink szolgáltatásával, a kiváló vendéglátóink szolgáltatásával találja meg a számítását itt Bükkön, Bükkfürdőn, és csak annyit kérek, ahogy a régiek szokták volt mondani, hogy tetszett, tessék világgá kiáltani, ha nem, akkor a fülembe megsúgni. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok az elkövetkező 5 napra. Én átadom a szót Bence barátomnak, hiszen ő a szavak embere, én meg megyek, a dolgomat teszem. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Tóth Tamás fesztivál igazgató urat hallhattuk. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen nagy számban megtisztelték a megnyitót a kedves vendégek. Ahogy az előbb elhangzott, gasztro show indul Buza Sándorral a gasztro színpadon. A fürdő étteremben az Essencia játszik, ez ugye a Jazz Blues udvar. 20 órakor a Budapest Bar koncert a Bor színpadon. 21 órakor Solid Jazz Band a Jazz Blues udvaron a fürdőétteremnél, 21 óra 45 perckor a kutyavacsorája a Bükk színpadon, 23 óra 15 perckor pedig Buza Sándor fel fog lépni majd ezen a színpadon, a Best of-val a Bor színpad, illetve a másik színpadon, tehát a Bor színpadon. Buza Sándor tehát ma kétszer is fogjuk látni, hallani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ezek a mai programok, hamarosan ismertetek majd még részletesebb programokat. Mindenkinek azt kívánom, hogy érezze jól magát itt nálunk Bükkfürdőn. Köszönjük szépen a figyelmet, jó szórakozást mindenkinek! Kellemes szép estét kívánunk mindenkinek, köszöntünk minden kedves érdeklődőt itt a gasztro színpadnál. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Horváth Lili vagyok, én fogom a 5 napon keresztül bemutatni azokat a séfeket, akik elkészítik a legkedvesebb ételeiket. Főzni nem fogok, ezt én hagyom szakemberekre, szerintem jobb lesz mindenkinek. A mai vendégünk, aki elkészít egy nagyon-nagyon finom kolbászleves, Buza Sándor. Műsorvezető, rádiós műsorvezető, illetve televízióval is szerepelt. Szerintem a hangjával mindenképpen találkoztak már. Illetve hát a gasztronómiához is nagyon komoly kötődése van. A Szomszéd Főszje című műsornak volt a tulajdonos, vagy a moderátora. Valamint van egy laptopkonyha.hu nevű oldal. De valami őszintén én is szoktam használni, mert jobb, hogyha segítségre appellálok, egy kicsit próbálom magamat főzésre serkenteni. És a mai napon van nekünk egy nagyon kedves, hát hogy mondjam, kuktán? Kuktának mondhatjuk. Azt ígérték pedig, hogy kóstolónak jönök, de végül a kuktaság jobban megtetszett. De legalábbis otthon majd azt mesélem, hogy kukta voltam, itt meg minél többet fogok kóstolni. Igen, Varga Lívius, köszönhetjük a mai napon a Kutya vacsorája című együttese fog fellépni, illetve hát ő énekel, elég oszkopos tagja a csapatnak. És hát, hogy ne legyen bizonytalan a kutya vacsorája, ezért elkészül a kolbászleves, hogy kutyát rögtön meg tudjuk majd vacsoráztatni. Természetesen emellett kóstolunk majd finom borokat, és van nekünk itt egy hagyományőrző csoportunk, az Ajad úr, aki egy nagyon aranyos nevű ételt készít el nekünk, ezt pedig úgy hívják, hogy csücsör. Hogy mi is az a csücsör, erről majd egy picit később fogunk mesélni. Igen, Sanyi megmutatta, hogy mi is az a csücsör. Igazából a csóknak asszociálhatunk az ételjét. De szerintem kezdünk el főzni, mert soha nem tudszak a vacsorájának utának. Úgyhogy én hát Sanyi nap, aki a séfünk, tehát ő tudja, hogy mit kell csinálni. Én csak egy kivíz vagyok. De majd természetesen víz, de azt most nem mutatjuk föl. Kell bele hagyma. Végre megjött a hangom, kétfajta hagyma, vörös hagyma, és aztán fokhagyma, természetesen só, és minden ilyen jellegű tejfölös levesnek kell adni egy kis bukét. Ebben a pillanatban a bukét nem a bor fogja adni, hanem egyrészt a babérlevél, másrészt a tárkony, ezt csak ízlés szerint beleteszünk majd a végén, harmadrészt pedig az ecet. Városi ember az ecetet ki szokta váltani citromra, de a városi ember éppen ezért korábban hal meg. Tehát a falusi ember éppen ezért él tovább, mert pontosan tudja, hogy autentikus alapanyagokkal dolgozunk, autentikus ételek elkészítésénél. A menetrend a következő lesz. Először is készítünk egy rántást. Mindenki tudja, hogy a rántás hogy készül. A végén meg majd behabarjuk.
Tehát két olyan nagyon fontos momentum szerepel ebben a levesben, amitől egyébként a kezdőházi asszonyok azonnal becsukják a receptes könyvet és félreteszik. Úristen, mi az a rántás és mi az a habarás? A rántás az nagyon egyszerű, amikor zsiradékon megpirítunk lisztet. A habarás ugrok a végére, pedig egy másik nagyon egyszerű dolog, amikor nem zsiradékon, hanem valami tejjel, tejföllel összekeverjük a lisztet, és az ad neki egy ilyen nagyon finom, sejmes, puha, egy kicsit lágyító ízvilágot, amivel az egészet a végén majd belekeverjük egészségére. Ugye a habarás és a rántás, hogy úgy van. Kell hozzá egy ilyen egészen nagy fazék. Életemben nem főztem ekkora fazékkal, de most megpróbálom. Tehát az arányok ebben a pillanatban olyanok lesznek, amilyenek. Lívő szarra kérek, hogy azt a legnagyobb gázégőt légy szíves gyújtsd meg, nem az. Ez lesz az. Ez egy... Fogalmam sincs hány literes, de sok. 10. De csak igen, az a 13. 13 litert lehet készíteni belőle összesen. Szerintem annyi nem lesz, de én bízom benne, hogy... Az első lépés az, hogy egy rántást készítünk, ahhoz pedig föl kell forrósítani az olajat. Mondjuk csak a felét törzs bele, légy szíves, mert elég sok, igen, igen. Csak a felét. Fölforrósítjuk, vagy még a harmadát csak először nyugodtan. Még egy picit. Jó, úgy van. Ugyanis azok az adagok, amiket én megadtam itt a Líviának, azok ilyen 4 személyre szólnak. Hát 13 litert 4 személy akkor eszik meg, hogyha hátul mögött állunk kék csákányjal, és 3 napig arra károsztatjuk őket, hogy azt egyék meg. Ez így működik. Az ennek... oké, viszont van nekünk egy ilyen kis kóstoló edényke. Az nagyon úgy, ebből szerintem nagyon jól el tudunk 30 adagot osztani. Kell nekünk majd egy főzőkanál. Ez nagyon jó ez a főzőkanál, mert olyan spicces a vége. És éppen ezért ugye a lábosnak, vagy a fazéknak ott az alsó részéből is ki lehet venni a cuccot. Ilyeneket tudsz. Aha, képzeld el. Nekem is van ilyen, és sose tudtam, hogy erre van. Van olyan is, aminek a közepén luk van, azt tudod miért? Nem. Én sem. Hát vagy el lett rontva, vagy így adták. Úgy van. Tehát, benn van egy kis nagyon pici olaj, van egy kézikameránk, amelyik felül be. Te gyere, nyugodtan nézzél bele. Ebben a pillanatban azért érdemes belenézni, mert semmit nem lehet látni. Tehát az olaj annyira áttetsző, hogy egyszerűen nem lehet megkülönböztetni, hogy hol van az olaj és hol van a lábosnak az alja. De mindegy, valahonnan el kell indulni. Az a lényeg, hogy az olaj az jó forrósodjon föl, és utána beleteszünk majd a lisztet, és a lisztet állandó, folytonos kavarás mellett, hogy rá ne égjen, szépen pirítjuk. Egy kis pirt kap, egy kis szín kap, mert az adja a rántásnak a lényegét. Nagyon fontos dolog, hogy ebbe most az elején nem teszünk paprikát. Ki tudja megmondani, hogy miért? Hogy? Igen, de amúgy sem tennénk bele paprikát. Viszont van, amiben van. Az úr nyert egy 601-es Trabant lemosási lehetőségét a hátsó színpad mögött. Köszönjük szépen. Úgy van, tehát valóban a kolbász fogja tartalmazni azt a paprika mennyiséget, amelyiktől majd azért ilyen nagyon-nagyon szép piros színe lesz az egésznek. Amíg forrósodik az olaj, addig a kolbászról beszélnék valamit. Ennek a kolbásznak az a neve, hogy búza kolbász. Azért hívják búza kolbásznak, nem azért, mert búzából készül, akkor hosszúval írnák, hanem azért, mert a családom annak idején ezzel foglalkozott. Az én nagyapám egy állatkereskedő volt, a nagybácsim pedig hentesmester volt, és ők 1923 és 54 között nagyon szép kis kolbász mennyiséget gyártottak, és én most fölelevenítettem ezt a családi hagyományt, és ugyanazzal a receptúrával, ugyanúgy adalékmentesen, ugyanúgy glutén, laktóz és szójamentesen elkészítettem azokat a kolbászokat, amiktől, ahogy a nagyanyám mondaná, egészségesen lehet meghalni. És ez egy nagyon fontos dolog. A japánban mindig mindenre az utat mondják, ugye a Bushido az a harcos útja, mindig a do jelenti az utat, ez lehetne a japánoknál a kolbász do, de erről később. Mesélj a nagyszülőkről, hogy nagyszülők voltak? Igen, nagyszülők volt, az én nagyapám volt a Wendel, Huza Wendel, aki egyébként állatkereskedő volt, és a négy fia közül a második fiú, a Jenő volt az én nagybácsim, ugye ő volt a hentes mester, akinek az irányításával ott működtek ezek a kolbászgyártások. Hát disznót is vártak, feketén is, ahogy kell, persze, meg volt a kisztet, és úgy van, ahogy kell annak idején, de egyébként nagyon szép piaci részesedést tudtak kiszakítani a Dunántúrral, a Mura közbe és Ausztriába. Ausztriában is? Bizonyám. Hát itt volt a határ, tudod, akkor a határ nem olyan volt. Nem, most már olyan a határ, mint amilyen volt akkor. Igen. Át lehetett menni. Úgy van. Annyira kell csak pirítani ezt a cuccot, hogy szépen megszínesedjen.
egy kicsit érjen össze az egész, és utána ebbe az egészbe egyszerűen bele fogjuk tenni a kolbászt. A kolbászt fölvágtam hűvös halomba, hogy azt a költő fogalmazta annak idején, és ez a kolbász adja majd meg az alapízt. A kolbászt, amikor beletesszük, akkor is majd utána szépen át fogjuk forgatni. Most pedig elrendelek 10 másodperc, nem 15 másodperc a szünetet, mert bort fogok inni. Igenis. És ez egy nagyon fontos momentum szerintem ennek a főzésnek is, úgyhogy nagyon sok borász érkezett el hozzánk gyógybornapon. A víz, ami gyógyít, a bor, ami szintén gyógyít, és a kárlása szép is. Mi egy fehér kadarkát hoztunk fel a színpadra, erről majd később fogunk egy kicsit bővebben mesélni. Előjáróban annyit szeretnék elmondani, hogy ez a fehér kadarka, ez vörös szőlő, tehát kék szőlőből készült. Akármennyire hihetetlen ez a szín, szerintem senki nem tudná ezt megtippelni, hogy milyen volt, milyen szőlő is az alapja. De természetesen, amikor majd elkészül a kolbászleves, amihez fantasztikusan passzol ez a bor, akkor fogjuk hívni a borászt is, aki majd mesél róla, hogy is készül, milyen folyamata van ennek a borkészítésnek. A rántásról egész szeretném mondani, hogy a nagyanyám azt szokta mondani, hogy a rántás ez egy utálatos állatfajta, mert ott kell állni mellette. Nem nagyon lehet ott tenni a rántást, mert abban a pillanatban rázizzen az aljára. Bár aki ugye szereti, hogy egy kicsit megperzselődik, az nyugodtan hagyhatja. Én pontosan csak annyit szeretnék, hogy a forró olaj átjárja a lisztet, ezek ilyen közös, szép elegyet alkossanak, és mindjárt belevágjuk a kolbászt, és utána ők hárman nagyon jól fogják érezni magukat. Mi hárman is jól érezzük magukat. Ebben a pillanatban a Lívia az olaj, a Livius a lisztén pedig a kolbász. Hát így áll ez a nagy nemes egység. Természetesen, amikor önök egy ilyen műsort néznek, amikor tévén néznek műsort, annak felesen igaz, ugyanis amit elkészítenek, annak a 80%-a nem megehető. És ez miért van? Ez azért van, mert ott látványra mennek. Tehát minden arra megy ki, hogy nagyon szép piros legyen, például a zöldségek sem följelennek olyan nagyon, mert akkor szétesik. A legnehezebb egyébként a habos süteményeknek a fotózása, ugyanis a tejszín hab szobahőmérsékleten nagyon hamar összemegy. Tehát hihetetlen fixáló berendezések, sprék vannak, amivel fölrakják az zobot. Ez egy külön szakma. Vannak food stylistok, akiknek az a feladatuk, hogy olyan színbe pompázzon az étel, amelyik nagyon kívánatos és nagyon látványos. Ez ég? Ég. Jó. Nem, mindjárt belevágjuk a kolbászt. És utána azt fog, Livius, jöjjön a kolbász. Oké. Persze. Intézve. Egyszerre az egész. Úgy is van. Ha már kolbászlevet csinálunk, akkor ennek legyen lendülete? Meg legyen benne kolbász. Egyébként ezt a kolbászt teljesen vétek beletenni egy levesbe, mert annyira jó, hogy mondjuk nem kellene, de mindegy, mi ezzel dolgozunk. Úgyhogy megvan. Az a lényege, hogy a kolbászt egy kicsit átforgatjuk ezzel a rántással. Ezzel két dolgot érünk el. Egyrészt a kolbász a hő hatására benne levő kis zsiradékból egy picit kienged, tehát az még pluszban megemeli azt a zsiradékot, ami ott van. Másrészt pedig ugye fölhevítjük a kolbászt, aztán utána majd szépen lehűtjük a vízzel. Arra szeretnének kérni benneteket, hogy a vizet majd készítsétek elő. A levesfőzés egyébként most csak egyszerű dolog, az eleje a macerás. Addig macerás, amíg megpucoljuk a hozzávalókat, beletesszük a lábosba, mindent előkészítünk, utána már csak rá kell tenni a födőt, aztán szépen pöszörög magába, és a végén meg majd még el kell úgy intézni, hogy az jó legyen. Addig kell egy kicsit ezt a kolbászt forgatni, amíg úgy látjuk, hogy a szélei, az oldala egy kicsit úgy már megüvegesedik, akkor már megkapta azt a hőt, amivel kiadta magából a zsiradékot. Az illata már elhagyta a fazeket egyébként, nem sok előnek is megérzik. Nekem nem szerencsém, hogy már kolbászfesztivál van a szagló hámokon, táncolnak ezek a kis kolbász molekulák. A búza kolbász molekulák a készítésben BKM. Ez a csajos csipős? Az előbb megkóstoltam. Tehát igen, ugye háromfajta, ez a promóció része. Köszönöm szépen a kérdést, akartam is mondani, hogy Lívia nem szeretné, de megkérdezni, hogy hányfajta kolbászt forgalmazok. A parasz kolbász, ez a kis páros, abból háromfajta ízesítés van, van a csemege. Ez, amivel dolgozom, ez a csípős, de én csak úgy szívom, hogy csajos csípős. Tehát ez egy rettentően enyhén csíp, éppen csak egy kis delikát eszenciát ad ennek az egésznek. Aztán ebből van egyébként a legcsípősebb, ő kapott egyedül nevet a keresztségben, úgy hívjuk, hogy legényes.
de ez sem brutális, tehát mindig azt szoktam, de ugye minden kolbász kóstolónál, meg a bor kóstolónál is, de a kolbásznál is jön egy ember, aki azt mondja, az nem is csíp. Hát persze, ugyanis a csípős érzés az egy fájdalom érzet, azt az emberek vagy bírják, vagy nem bírják. Én azt szoktam mondani, hogyha valaki még ennél is csípősebbet szeretne, két cseresznyepaprikát betesz balra, jobbra, ráharap egyszer, és kész az élmény. Folyik a szemből a könyv. Na most már viszont szagolja. Az elveszi az igazi ízeket. Nem, igen. Csak szagoljál benne, most már eljött a... Uramisten. Muramista. Hát ez már ugye egészen andalító. Most már azért már érződnek, amikor a kémia dolgozik, megint a fizika is, egy kicsit. Jó, elég sok kolbászt használtunk föl, de hát ugye körülbelül 800 ember kell jól lakatnunk ezzel a 13 liter levessel. Nem lesz gond, mert egy nagyobb kondírba áttesszük, teszünk mellé két követ, és mondjuk a többieknek, hogy kőleves. Alapvetően kőlevesről beszéltünk a kezdetén, amikor szóba került egyáltalán ez a fesztivál. Azt is elvállaltad? Nem, az egy zseniális mese egyébként a kőleves, mert pontosan azt mutatja, vagy azt prezentálja, hogy az ember úgy főz voltak éppen, ahogy akart. És a főzés bizonyos szabályok betartása mellett egy nagyon szabad tevékenység. És azt szoktam mondani, hogy ha valami újat kitaláltak, akkor az mindig annak a következménye volt, hogy valamit elrontottak. Mert nem gondolták, hogy ezt bele lehet tenni. De most én sem gondoltam, hogy ez egyik nagypapa kőfejtő volt. De az biztos, hogy sok legény például úgy főz otthon, hogy amit talál. A teát és a cukrot kivéve megfelelő sorrendben mindenből kivaló ételt lehet csinálni, amit lenni lehet. De az biztos, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, mert az eddigi kolbászlevesében én nem tudtam, hogy van gomba. Ez errefelé ez egy szokás? Hogy... Igen, ahogy azt az elején is elmondtam, a vasi és a zalai ember nagyon-nagyon sok gombát használt, azért mert volt. Ha nem tudtál, hogy kimenni az erdőbe, vagy a ligetbe, vagy a kertbe, hogy föl ne rúgjál egy gombát. Ugye a legnemesebb gombát használjuk mi is, a vargányát. A vargány az egyébként most kezd érni, és a vargány az egy nagyon... A vargányának az a különlegessége, hogy nagyon-nagyon... Tehát azt nem tudom, tudják, hogy a két legrostosabb élelmiszer közül az egyik a gomba, a másik pedig az ananász. Tehát aki azt szeretné, hogy a teste sok energiát fordítson arra, hogy földolgozza ezeket, és ezáltal ugye éget, akkor sok ananászt és sok gombát kell lenni, mert nagyon, nagyon erős a rost szerkezete. De a gomba az egy alapétel, legalábbis itt az Alpok alján és a dunántúli részeken. Na, szerintem most már Livius, jöhet bele a víz. Szép víz. Tehát akkor ez a hűtési fázis, igen, csak egy picit szépen óvatosan, újra mehet azért bele. Halljuk a hangját is. Egyébként azt szoktam mondani az egyik sétismerősem vagy barátom, hogy mi füllel is főzünk. Úgy is van. Azaz, mert csak lesz szépen. Itt nagyon egyszerű, annyi vizet kell beletenni, majd amennyi levest szeretnénk elkészíteni. Tehát ha kevés levest szeretnénk, akkor kevés vizet teszünk hozzá, és a mondatot nem fejezem be, mert ha sokat, akkor igen. Elég ennyi vizet hozzá? Nem, mert teszünk bele. Még kell bele. Még jöhet bele víz, ott van, hátul a marmokanna, ott. Igen. Ki? És a Livius, ahogy jön? A kuktára jöttem megértés, hogy ő csak pálinkát tud főzni. Nem, én nem nagyon vagyok pálinka főző, nem de az én családomban viszont ugyanúgy voltak nagymesterek. Apám még, akik tanárok voltak, ennek milyen mindenhez is értettek, hát még a pálinka főzéshez. Egyetlentől hát nem volt nagyon nagy válogatás, megmagozás. Tehát amit a fa alatt találtak, többnyire gyümölcsöt, de hát döglött vakond és strandpapucs is belekerült néha, mindent kifőztek házi készítésű edényekben. Még mindig összeáll a baráti társaság, fele nem lát, fele beszélni nem tud, de valójában a bátorságukról voltak híresek, nem annyira a pálinka főzési képességeikről. Még benne vagy a harmadik kancsó víz is. Ugye, ahogy mondottam volt, annyi vizet öntünk bele, még egy nyugodtan jöhet, amelyikkel... Ez egy ilyen szép hígleves lesz, mert kevés volt a rántás, most már látom, de minket ez egyáltalán nem zavar, hiszen azért a miénk lesz. De ilyeneket nem szoktunk elmondani, ez így készül és kész, tehát ennek ilyenek kell lennie. Én azt a stílus képviselem, hogy én mindent elmondok. Hát azt szokták mondani, hogy a elnézést, hogy a legjobb ételt is egy kis darabka szarral el lehet rontani. De ez így van, hát így van. És akkor egyébként nézzél körül, Lívia,
Csupa kipróbált virtigli háziasszony ül itt velünk szemben. Pontosan tudják, hogy milyen szívás az, amikor valami nem úgy sikerül, ahogy eltervezték. Mert jön a háziorvos, jönnek a barátok, búcsú lesz például nálunk, sőt, most lesz az annalapi búcsú, el kell készíteni azokat az étkeket, és ha ez nem olyan, akkor a háziasszony leszerepelt. A régi időkben szerencsének, ha levágták a fejét egy háziasszonynak, és ment az élet tovább. Ma már nem így van, de azért ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Minden hibánkból tudunk tanulni, és most ez is az. Néha a hiba az előny, ugyanis lehet, hogy a kolbászleves mellett egy új névvel piacra dobhatunk egy sokkal könnyedebb, sokkal kevésbé megterhelő, a lisztre érzékenyeknek is fogyasztható, egészen speciális ételt, majd a végén ízesítésnél egy kicsit arrébb belomboljuk a dolgot. Igen, a programom most úgy fog folytatódni, hogy amíg egy picit fő a leves, addig Lévi az Operaház fantomjából fog pár dalt elénekelni, vagy elénekelni, úgyhogy ki fog menni a Lévi a színpad elé, mi itt átunk pontosítsuk, Lévia vagy Léviusz, nem Lévia. Akkor maradjunk Lévinél, és én inkább átadom annak az embernek, aki tud énekelni, tehát nem úgy, mint én. Szerintem jobban jár mindenki, hogyha csak kóstolják ezt a levest, vagy időközben csak bekapcsolódnak itt a főző sóba, és elvesik ezeket a rejtelmeket, hogy hogy is készül ez a szenzációs buzaféle kolbászleves. Lesz nekünk még egy ételünk, amit majd megkóstolunk, illetve bemutatunk itt a gasztró színpadon. Ez pedig a csücsör, ami éppen készül, úgyhogy várni fogjuk majd az Ajag úr csapatát is ide a színpadunkra, akik elmesélik, illetve bemutatják, hogy mi is ez a régi ősi étel, a csücsör, amire első körben azt a választ kaptam, hogy egy elrontott barátfüle. Tehát mi más csinál az ember itt a nyugat-dunántúli vidéken a gyümölcsből, mint pálinkát, tehát kispórolták a nagyon finom lekvárc ebből a barát füléből, és megtöltötték hússal. Ezt is meg fogjuk kóstolni, amíg itt a főzés folyamatban van, és hát természetesen, ahogy ígértem, ehhez borokat, bort fogunk kóstolni. A mai napon majd egy fehér padarkát fogunk megkóstolni Szekszád régióból, a fekete pincész, a fekete borpincének egy nagyon-nagyon finom italát, ami fantasztikusan passzol mind a borleveshez, mint pedig majd a későbbiekben kóstolandó finomsághoz. Sőt, hát hozzám is passzol, mert én már kipróbáltam, mert most ugye porrat nem kaptam, lehet, hogy pont azért nem, mert én már kipróbáltam, és nagyon passzol hozzám a fehér kadarka. Az a legérdekesebb, hogy tényleg vörösboros karaktere van. Én nem tudom lelőni a poént, ugye, hogy hogyan is készül, épp csak sejtem. De nagyon érdekes, amikor az ember lát valamit, számít valamire, és kellemes meglepetés éri. Ugyanis én vörösboros vagyok, ha ez nem túl tolakodó, ennyire belső titkokat kiadni. Én közben szeretném megkérni az operatőr kollégát, hogy kukkantsunk bele a lábosba. Voltak éppen semmi újat nem látunk, csak mégis ezt így szokták. Ilyenkor föntről nézzünk bele, látjuk, hogy nagyon szépen kezd gyöngyözni, egy picit kezd forni a levesünk. Most fogunk majd beletenni azokat az alapanyagokat, még amik nélkülözhetetlenek, ugye? Hát a legfontosabb, aminek a legtöbb főzési idő kell, a krumpli. A krumplit már felvágtam ugyancsak ilyen kis apró kockákra, még ezt egy picit átforgatjuk, és utána beletesszük a gombát és a krumplit. A fokhagyma pucolást különösen szeretem. Mondjuk a sima hagyma pucolás is jó, mert aközben az ember elsírhatja a bánatát a késnek és a deszkának. És ilyenkor az ember igazán megigazul, katarzist él át, vagy egy ilyen kis házi konyha gyónást hajt végre. Akarva akaratlanul. Ám a fokhagyma pucolásban az a legjobb, hogy olyan olajok szabadulnak ki belőle, amelyek tartalmaznak a teljes bukét, és így fokhagyma szagú lehet a kezem akár órákig. Valami fantasztikus volt ez a nagy, hogy is mondjam, felfedezésem, amikor rájöttem, hogy a kedvenc ételeimben mi az a domináns íz, amit én annyira szeretek. Mert azelőtt csak tudat nélkül ettem, és voltak kedvenc ételeim. Később tudatosan tudtam keresni a fokhagymás ételeket. Tulajdonképpen fokhagymamániás vagyok, de erről később. Pontosan. Én azt szeretném csak elmondani, megint csak egy kulisszatitok, hogyha tojásrántottát készítettem volna, már készen lennénk.
Tehát, hogyha az eredményességet nézzük, akkor ez a kolbászleves mondjuk olyan az ötös skálán olyan 2 és 2,5. A tojásrántottával már tudnánk virítani, tehát mennénk körbe már, mindenki kóstolná, dicsérnék a sárgáját, dicsérnék a kis rezgő fehérjét, ennek az egésznek. Tehát, hogy milyen szépen van vágva ez a hagyma. Konkrétan kolbászlevest készítünk, azért, mert ennek azért le kell egy kis idő. Mondjuk egy 3/4 óra lesz, amíg ez szépen össze fog állni, de utána remélem, hogy nagyon szép íze van. Jó lenne, ha lenne 3 gáz, de azon kellett volna csinálnunk egyébként, nem lehet ezt bebírhálni? Mindjárt megcsinálom. Hogy a... sok szakembert hozzá, csak időközben megérkezett az Ajag úr Hagyományőrző Ifjúsági Egyesülettől Szabó Zsolt, akinél elkészült a csücsör. Van nekünk egy hagyományőrző területünk, ahova a csapatok felépítik a korhű épületeiket, illetve elkészítik mindazokat az ételeket, amit az adott korban ettek, illetve hát elmesélik azt is, hogy hogy is készülnek ezek az ételek. Egy 10-esztendős egyesületről beszélünk, amelynek tagjai már azelőtt is hagyománykeresők voltak, hogy egyesületbe tömörültek. Kezdetben a 10. századi hagyományokra helyezték a hangsúlyt. Ma már az egész magyar történelmi múlt és a jelenkor értékeit összeegyeztetve, ezeket ápolva igyekeznek hatni a fiatalságra, a kézművesség, a költészet, a zene és a harcművészet által. Szeretettel köszöntöm a gasztroszínpadon Szabó Zsoltot, aki az egyesület vezetője, illetve minden évben megtisztel bennünket jelenlétével. Nagyon örülünk neki, hogy ezeket a hagyományokat itt bemutatják a fiataloknak, az érdeklődőknek, mindazoknak, akik ellátogatnak hozzánk. És hát ez a nagyon érdekes nevű és nagyon kedves nevű étel, amit a mai napon elkészítettetek, ez a csücsör. Szeretném kérni, hogy pár szóban foglald össze nekünk, hogy mire is számíthatunk. Hát ez olyan, mint az elrontott barátfüle. Igazából nem lekvár kerül a tésztába, hanem hús. Különböző húsok összedarálva, hagyma, fokhagyma, sok-sok fokhagyma. És tárkony. A többit nem árulom el, meg kell kóstolni. Nagyon finom. Valaki itt azt mondta, hogy olyan, mint a ravioli, hát nem olyan, de meg kell kóstolni. Meg is fogjuk mutatni ezt kamerába is, hogy hogy néz ki ez az étel, illetve aki szeretné megkóstolni, természetesen arra is van lehetőség. Ahogy említettem, itt a rendezvény területén van egy hagyományőrző tábor, ahol szeretettel várnak mindenkit az ajagúrosok, akik szeretnék megkóstolni ezt az ételt. Én próbálom majd kamerához közelíteni ezt a hússal töltött eledelt, amihez a mai napon egy fokhagymával ízesített tejfölös mártás is kapcsolódik. Kefires, bocsánat, hogy javítom rögtön magamat. Tehát így néz ki ez a bizonyos csücsör, aminek a neve nagyon-nagyon tetszik, szerintem az mindenkinek a fülében marad, tehát az nagyon könnyen megjegyzik majd azok, akik ezt szeretnék megkóstolni. Természetesen mi is sort fogunk keríteni rá. És mi az, amivel még készültetek itt Dükkfürdőn? Tehát azon túl, hogy főztök, mi az, amit még megmutattok nekünk itt Dükkön? Kézműveskedünk, ma főleg bőrözünk, bár hoztunk egy kis rézmunkát is, úgyhogy ékszereket lehet készíteni, bőrből nagyon sok mindent. Hát szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy tényleg nagyon sok programmal készültünk itt az 5 nap alatt, illetve a mai napon is, ugye ez a nyitó nap, amire már nagyon-nagyon sokan, nagyon régóta várunk. Körülbelül úgy, amikor bezárjuk ezt a fesztivált, onnétól kezdődik, onnétól datálódik az, hogy újra várjuk a következő évet. És amikor elérkezik, akkor viszont itt duskálunk a különböző programokban, jobbnál jobb programokban, de én szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy túl azon, hogy megkóstolják itt ezeket a nagyon szép borokat, meghallgatják a nagyon jó koncerteket, látogassanak el természetesen a hagyományőrzők táborába is, mert nagyon fontos az, hogy a hagyományainkat bemutassuk, továbbadjuk, illetve ezt az utókor részére is láthatóvá tegyük. Közben megérkezett fesztiváligazgató Tóth Tamás. Szervusz Tamás! Szervusz Tamás! Igen, csak a fokhagyma szagot át akartam adni. Adom a mikrofont, én a fokhagyma szagot azt hagyom Liviusnak, úgyhogy én inkább adom a mikrofont tovább Tamásnak. És most én vagyok az a kis pici Excel táblázatban, pici, el ne menjél Zsolti, van egy itt velem. Én vagyok az a pici, ami az Excel táblázatban mindig beszorul, hogy jön a szerepelni vágyó fesztiváligazgató. De nem azért jöttem ide, hanem azért, mert hát tisztelt hölgyeim, uraim, kedves gyerekek, hát több mint 1000 esztendeje itt élünk. Aztán az elmúlt 20 évben összejöttek olyan csoportok, akik azt mondták, hogy
bocsásson meg a világ, mi megpróbáljuk hitelesen és emberközelien a régi honfoglalók őseink, honfoglaló őseinek a gasztronómiáját, a világnézetét, a szokásait, harci művészetét tolmácsolni. Aki itt áll mellettem, ez a jó ember, kedves Zsoltom, Szabó Zsolt uram, az egész családjával ezt feltette az életére. Nem most kezdődött a barátságunk, és nem az interneten találtam meg őket, hanem kipróbáltuk őket, jártunk hozzájuk, sőt, még a gyerekem is volt náluk táborban. Egy valamit nem szabad elfelejteni, hölgyeim és uraim. Tessenek mindenhova, ahol ezek a hagyományozók ott vannak, oda menni, egy kicsit megkóstolni, egy kicsit beleérezni abba a világba, amit ők gondolnak. Mert az a világ, amit ők gondolnak, az egy kicsit tiszta, az egy kicsit szép. És amit ők csinálnak, az igenis méltatandó, segítendő, és hogyha azzal, hogy elviszik a nevüket, és elhívják őket, és egy kicsit az egyesületük támogatást kap, azt igenis megérdemlik. Ugye az Ajavúr Egyesületet bárki, aki teheti, Zsolti megtalálja, támogassák, legyenek szívesek, hiszen a magyarság történetének egy olyan szegletét támogatják, olyan szegletét mutatják be, ami hiánypótló. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Zsoltnak, hogy évről évre visszajárnak, és elhozzák a finom ételeket, és nem íjászkodnak, meg nem lovas íjászkodnak, hanem egy kicsit más dolgot hoznak. Például megmutatják azt, hogy mi az asszonynak, a férfinak, meg a gyereknek a szerepe a családban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Visszaadom a szót Sándornak és Liviusnak, mert egyébként már zavar a fokhagyba, mert az éjj vadász azt állítólag előzi. Hát úgy is van, tehát gyakorlatilag a denevérek ellen kiváló a fokhagyma, valamint denevérek ellen kiváló a modern világ is. Az a helyzet, hogy a hazai denevér populáció felére csökkent, azért, mert a gonosz ember mindent lebetonoz. Tessék újra fölásni a kerteket és építeni fákat, erdőket, mert attól lesznek újra denevéreink. Másrészt pedig tessék fokhagymát enni, mert akkor nem hozzánk mennek a denevérek, hanem fölmennek a templomtoronyba. Na de erről később. A következő lépés az, hogy mentsük meg a vakondokokat is. Menjenek tönkre a vakond álló készítők, persze, mindenek. Szeretném megkérni a kamerát, hogy akkor nézzünk bele most a lábosba. Voltak éppen mindent beletettünk, ami bele kell, hogy kerüljön. Ilyen most az állag ebben a pillanatban. Ugye itt vannak a vargányák, ez egy vargánya darab. A vörös hagymát egészbe tettük bele, mert csak az íze kell, hogy belefőjön. A Livius összetört legalább 8 nagygerezd fokhagymát, az is benn van. Ezek a kis apró szöszök, ezek nem szemét, hanem ez tárkony. Illetőleg nagyon fontos, ugye azt is elmondtam az elején, itt van a babérlevél, mert ez is nagyon-nagyon fontos ízad ennek az egésznek. Tehát egy picit sót is tettem bele, de vigyázzunk, mert a kolbász nagyon meghatározza azt, hogy mennyit sózunk. Ha eleve sós egy kolbász, akkor ugye kevesebben, tehát mindig vigyázzunk arra, hogy ne olyan rendszer szerint, hanem kóstoljuk meg, utána ízesíteni mindig lehet egy levest. Az egy nagyon szabad szárnyalás, illetőleg még aztán a habarásba is tehetünk sót. Most az a lényeg, hogy ez a sok külön-külön álló kis részecske egyé álljon össze. Milyen szépen fogalmaztam, akár anyakönyvvezető is lehetnék, de ezt a jogosítványt még nem váltottam ki, majd ha eltelik a 21%-os áfát és könnyebb lesz, akkor mindenképpen meg fogom ezt tenni. Tehát ezt én most lefedem, a legnagyobb erőre föltekertük a gázbojlert. Nagyon jó, hogy nem télen sütünk, mert akkor bele kéne állítani forró vízbe, ugye tudjuk disznóléskor mindig bele kellett állítani, és ez most csak úgy van. Legalább ennek kell egy olyan fél óra, de mennyiséget figyelembe véve olyan 40 perc. 40 perc alatt szépen összefőjnek az ízek. Minden megpul, aminek meg kell pulni. Mi a legfontosabb, mit kell megnézni? A krumpli. Ha a krumpli puha, akkor kész a leves. Ha a krumpli nem puha, akkor nem kész a leves. De akkor a krumpli, mikor jó lesz, akkor készen van. Utána megkóstoljuk, utána ízesítünk, és akkor teszünk bele egy pici ecetet, ízlés szerint. És utána lehet enni lágy kenyérrel, és utána mindenképpen ezzel a kis kadarkával, amelyik a fekete borpince kadarkája, amiről egyébként most fogunk
egy kis szűk előadást hallani 43 percben. Igen, köszönjük, időközben megérkezett Tóth László, a Fekete Borpincének a hát hogy mondjam, ő a gazdasági vezetője, de hát ő az az ember, aki évente ellátogat hozzánk ide Bükkfürdőre, és hozza ezeket a nagyon szép borokat. A tavalyi esztendőben Bükkváros bora a Fekete Borpince kínálatából került ki, ez egy Cabernet Sauvignon volt, ha jól emlékszem, 2009-es egy szelekt vörös bor, egy nagyon finom, nagyon szép száraz vörös bor volt. És hát most ehhez az ételhez megkérdeztük, hogy mi az, ami legjobban passzol. Próbáltunk vörösborra asszociálni, de aztán bejött a képbe ez a fehér kadarka, ami szerintem a tavalyi évben is elvitte a fesztivált. Ez az egyik legérdekesebb és legkülönlegesebb bora szerintem a pincészetnek, hogyha lehet ezt így mondani. És hát szeretném kérni Lacit, hogy egy pár szóban mutassa be nekünk ezt a nagyon szép fehér kadarkát, mit lehet róla tudni, mi az, amiért ez egy különlegesség. Így igaz, ez a fehér kadarka egy nagyon csodálatos, különleges bor, különlegesség. Mivel hogy ez egy fehér bor, de valójában kék szőlőből készült. Ez egy olyan különlegesség, ami Magyarországon nagyon kevés helyen található meg. Ez a fehér kadarka, kék szőlő, piros, régen úgy hívták, hogy ez piros bor a kadarka. Ugye a gazdák ezt úgy találták ki, hogy pár száz évvel ezelőtt Szekszárdon csak kék szőlő volt, és a gazdák szerettek volna inni egy fehér bort. Na viszont nem volt ugye fehér szőlő, ezért kitalálták azt, hogy a kadarkának vékony a héja, nem tartalmaz húsanyagot, és ha időben le van születelve, nem hagyják rajta nagyon sokáig, nem töppet a szőlő, nem túl érett, akkor az első lé az viszont fehér lét ad, mint ahogy itt a képen is látni, tehát ez egy teljesen fehér áttetsző fehér bor. Viszont a jegyei azok megvannak, a kadarkának a jegyei benne vannak, és ehhez az ételhez ez egy csodás, nagyon kellemes ízvilága van. Ilyen nyári melegben viszont ez egy nagyon finom, frissít, üdít, és nagyon kellemes kis nyári üdítő ital. Nem magasak benne az alkoholok, nagyon jók a savak, nagyon szép a vörösbor jegyek benne vannak, és ez egy kellemes, finom kis nyári ital. Hogyha tehetik, hát akkor kóstolják meg a standon, a Fekete Borpinte standján, meg tudják ezt kóstolni. Egy első italként ez egy csodás, frissítő ital. Adom a szót, nem kell itt a mikrofon. 440 kérdésem van. Az első, ha ez vörös bogyóból készül, akkor hogyan lesz fehér bor ebből? Hát igen, sokan megkérdezik ezt valójában. Én meg konkrétan. Mindenki azt kérdezi tőlünk, hogy mit csinálunk ezzel a kék szőlővel, kihipózzuk, vagy mit csinálunk vele, de hát az az egésznek a lényege, hogy magas nyomáson meg vannak pattintva a héjak, és az első lé, ez egy fehér lét ad. És a többi anyag az pedig megy a vörös szőlőhöz, tehát az tovább rajta van a héjon, és akkor abból lesz a vörös kadarka, vagyis a piros bor. A kadarkáról még annyit érdemes tudni egyébként, hogy az utóbbi 8-10 évben indult el a kadarka boom Magyarországon, amikor is különféle nemesítésekkel megpróbáltak a kadarkát visszahozni. Egyébként nem akarom senkinek az agysejtjeit leszívni, de Jókai Bor volt az, aki egyébként a Jókai kertben, fönt ez Budán található, ő konkrétan foglalkozott kadarka és a budai vörös termesztésével, és a Gellért hegyen nem véletlenül van a Somlói utca, aztán a Szüret utca, mert ezek a budai vörösnek a termőterületei voltak, és ez egy nagyon-nagyon fontos, mert a kadarka egyébként a legnépszerűbb magyar bor, még a dalok is megénekelték a kadarkát, aztán ez elment, egy picit pejoratív kicsengése volt, mert ilyen nagyon asztali borrá vált, viszont most nagyon-nagyon jó borászok, és itt látjuk a Fekete Pincészetnek is a kísérleteit, visszahozzák a kadarkának a nimbuszát, és valószínű, hogy a kadarka a következő évtizedekben egy nagyon-nagyon fontos, és ismét nagyon jellemző bor lesz a magyar borászatoknak. Így igaz, ezt meg tudom erősíteni, valójában így van, a kadarka az egy nagyon népszerű bor lesz az elkövetkezendő években, mivel hogy a kadarka az egy legősibb magyar fajta, nagyon jól ellenáll minden
betegségnek nagyon jó. Csak hát ugye az volt a baj ezzel, hogy elég nehéz volt a művelése, és ezáltal nagyon nem szerették. De vissza fog jönni, és ez egy nagyon igazi magyar fajta fog lenni. Szekszárdon 17 féle klónját ismerjük, és ugye nem mindegy, hogy ez melyik fajta, de valójában nem nagyon lehet megismerni, hogy ha ránézünk, akkor valójában egyforma minden fajta, csak a leveléről lehet megállapítani, hogy ez egy másik klón, ez egy másik fajta, egész más van az erdélyi részen, és egész más van Pécs környékén, és egész más. Az igazi területe azért Szekszárd, a Kadarkának, ez az igazi Kadarka a Szekszárdon terem. Hát azért Szekszárd kitett magáért, ugye a bikavér szempontjából is, és a Kadarka szempontjából is, azért oda csapott a magyar boroknak, megmutatta az utat, hogy hogyan kell majd magyar borokat vinni és készíteni. Azt jól hallottam, hogy betegségekre jó? Valójában nagyon jó. Hát ez a Kadarka, képzeljék el, hogy körülbelül egy hónap ezelőtt az egyik fesztiválon, ez egy teljesen friss történet, jöttek hozzám kínaiak, japánok, és jött velük egy kísérő. Ez egy teljesen új dolog, és akkor a kísérő azt mondja, hogy ők kadarkát kérnek. Mondom, miért pont kadarkát, mikor itt vannak, ennél nagyon jó borok, van egy nagyon jó Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, bordói aranyérmes borok, és azt mondták, hogy ők csak kadarkát innának. Mondom, hát mi a titka, hogy kadarkát kérnek? És azt mondták, hogy ez egy nagyon tudós csoport volt, és azt mondták, hogy ha bevizsgálták az összes bort az egész világon, az összes vörös bort, és a kadarkában vannak olyan anyagok, ami a szervezetre a jótékony hatásai, a duplája van az immunrendszer megerősítésére, a kadarkában ezek az antioxidáns anyagok, a duplája van, mint akármelyik francia, vagy dél-amerikai, vagy akármilyen borban. Tehát a magyar kadarkának olyan népszerű az egész világon, csak ezt ugye nem reklámozzák, mert mivel nem tudnák akkor eladni a francia drága borokat, a kadarkában az antioxidánsok és a szervezetre gyakorolt jótékony hatásai, a duplája minden vörös bornál. Tehát ez egy teljesen... Nekem pedig az immunrendszerem most zuhant egy óriási, úgy érzem. Én ugyanezt tudom elmondani a Somlói Galuskáról is, amelyik életet ment. Én pedig megtaláltam tudat alatt azt a helyet, ahol az immunrendszeremet erősítettem. Így van. Hát akkor közös meg egészséges egészségünkre tartsunk, az egészsége mindenkinek. Igen, egészségünkre, egészségükre. Cumbol, prost. Aki leves szeretne majd kóstolni, holnap reggel 8 órára jöjjön vissza. Nem, azért ennyire nem hiszem, hogy hosszú időt kell még várni. Hát, viszont 8 órakor kezdődik a Budapest Bár koncertje szemben velünk a Bükk színpadon. Úgyhogy így a koncert alatt, még az első taktusok alatt szerintem arra már el fog készülni ez a leves, meg lehet majd kóstolni. Természetesen mi itt vagyunk. Két kicsi rendelkezésre állunk, illetve kóstolót fogunk majd készíteni ide a kóstoló asztalunkra. És hát kezdődik majd a Budapest Bár, ahogy ezt már jeleztem, illetve hát ott is majd bordalt is fogunk hallani. Majd pedig ezt követően, ugye említettem itt a főzés elején, hogy ma elkészítjük a kutya vacsoráját. Hát ez szó szerint remélem, hogy azért el fog készülni addig, amíg a koncert kezdődik. Úgyhogy itt mellettünk majd a bükszínpadon, borszínpadon kezdődik 21 óra 45-kor ez a bizonyos koncert, majd pedig a Best of zenekar fog zenélni, és nem tudom, hogy erről szót ejtettünk-e, hogy te ebben a zenekarban elég komoly szerepet válasz. Igen, a Best of zenekarról annyit kell tudni, hogy aki esetleg úgy dönt, hogy nem szeretne lefeküdni korán, este 11-ig itt kell lennie. Nem lesz egy nagy élmény. Tehát mindenkit szeretnék kiábrándítani már most az elején. A Best of zenekar egy öntörvényű zenekar, azt játszik, amit akar, és úgy, ahogy ők akarják. Alapvető felállásuk 14 évvel ezelőtt alakult, amikor a Danubius Rádióban az Abaházi, a Rákóczi, a Garami, a Buza, meg a Kisgarami úgy döntött, hogy mi vagyunk a világ leghíresebb és legképzettebb muzsikusai, és mi a túronak ne csinálnánk magunknak egy zenekart. Megcsettük. Onnantól kezdve dől a lé.
Minket egy dolog értett, az a bevétel, amit ezekért a fellépésekért kaptunk. Mi nem megélhetési zenészek vagyunk, mi konkrétan tudjuk, hogy a művészetünk nagyon nagy, magas érték, és ezt az értéket közvetítjük mindenhová. Sajnos a mai koncerten a Feri és a Szilárd nem lesz itt, mert ők holnap reggel hajnalosan mind a ketten, mert ők úgy szóltam, hogy megszívták, mert ők reggel 6-ra mennek dolgozni. De azért a Best of koncert az nagyon egyszerű. Nagyon fontos dolog, nincsenek saját dalaink, tehát senkit nem untatunk azzal, hogy ismeretlen, ritmustalan, prozódiai, hibás dalokkal szórakoztassuk önöket. Csak ismert dalokat énekelünk, külföldieket és magyarokat is, ezeket még a Schuster-inások is fogják ismerni, meg önök is, hogy egy másfél óra felhőtlen boldogság, nyugodtan lehet a színpadra feladni pálinkát és bort, bármennyit, a zenekar meg tudja inni, utána ők hazamennek, én meg megyek a szállodába aludni. Bravo! Ez a tökéletes lezárása volt szerintem a ma esti gasztroszínpadnak. Egészségünkre, egészségetekre. Szeretném megköszönni Puzas anyinak ezt a fantasztikus főzést, illetve természetesen volt nekünk ma egy kuktánk, Varga Livius, akit szerintem tartsunk itt holnap is, mert nem tudom, hogy akkor Debrecenben a Campus Fesztiválon ki fog énekelni. Igen, át kell szelni sajnos Magyarországot, de nem is annyira sajnos, mert ugye, ami kimegy a réven, bejön a vámon, de az biztos, hogy nem mulathatok ma addig, ameddig szeretnék, mert minden nap addig szeretnék mulatni, amíg már nem aznap van, hanem másnap. Így könnyebb a másnap, hiszen akkor az aznappá válik. Na de mindenről később. És hát köszönöm Tóth Lacinak is, aki feljött hozzánk ide a gasztroszínpadra, és hozott nekünk fantasztikus fehér kadarkát. Kellemes jó szórakozást kívánunk mindenkinek, kóstolgassák meg magyar borvidékek legszebb borait, és természetesen ahogy elkészül a leves, akkor egy kis kóstolóval is fogunk készülni. Köszönjük szépen a figyelmüket! A leves konkrétan még nem mozdult meg. Tehát nem, még nem kezdett el forrni, utána még a forrástól számított még legalább fél óra, utána behaborom, aztán akkor kijöntöm az egészet a hátulra, de azért aki akarja, az meg én oda fogok, oda tátogok majd, ahova öntök. Én köszönjük nem csinálom. Köszönjük szépen, további kellemes szórakozást mindenkinek. Köszönjük. Utána egyszerűen csíkzenek van lesz, hogy melletted.